Na sziasztok srácok, üdv emberek, itt vagyok egy következő videóval, és most pedig ebben a videóban pedig egy Rainbow-ot terveztem, ugyanis Batyom minden egyes órában, percben ezzel játszik, és én pedig nem látom az értelmét ezért, mivel hogy nem vagyok olyan hülye, hogy megvegyem egyből, érted? Meg a bátyám amúgy se engedi, hogy kipróbáljam, ezért fogtam és letöltöttem a netről illegálisan, mert miért ne? És kipróbálom, hogy milyen ez a játék, hogy valójában melyet szeretik annyira. Hát kicsit kipróbáltam, ahogy lát. Látjátok, nem éppen élveztem át este, amikor így már 8-kor így mondom, hogy na mi van. Szóval akkor most megnézzük együtt, hogy akkor pontosabban ez miért jön meg ilyesmi. Azt mondja, hogy optionbe valamiért nem hallom a hangot, szóval így, ja, mert le volt halkítva a fülesem, akkor semmi. Akkor szituációk is, és menjünk a legelsőre, ugye basic. A normál. Egyértelműen normálon, hát hülye leszek realisztikon játszani, realisztikban már aimbotoznak meg V-hez, nem mint hogyha amúgy easy-be se az lenne nekik, hát a botoknak mégis csak az, hát tudnia kell, hogy hol az enemy, aztán hogy kell lőni, érted? Be vannak programozva rán, szóval itt bemutatja mappot. Nagyon érdekes, amit lehet szépen skippelem. Így. Na és itt vagyunk a gamebe. Amúgy nem tudom miért, de 45 FPS-en van. Tegnap este full grafikán, érted, very high-on, nem mintha most nem azon lenne. Azt hiszem azon van. Nem biztos, lehet tegnap levettem. Azt mondja very high, ultra high, ja. Most meg 60 FPS. Szóval hogy ezt értitek, srácok, hogy ez hogy van? Előbb 45, most meg 60. Döntse már el a gépem, mert mi a tosz? Azt hogy menni kell, azt ott egy enemy, azt fogod, meglövöd, érted, kétszer is a kezén. És ő azt mondja, hogy hát ez fájt ez a két lövés, de ugyanúgy ott állok, mint egy olyan hülye gyerek, vagy egyáltalán, mint a meg se éreztem volna a lövést. Lehet, hogy nem hallottok, mert lövök, vagy ilyen bombák itt elkolbászolódnak, mert lehet hangos a játék, de ki tudja. Oké. Anyám. Na látszik, egy balfasz vagyok. Nem is játszottam nagyon ezzel a játékkal. Jó van. Mehetünk tovább. Hello. Hát igen, jó, ha az ember megjegyzi tegnap estéről, hogy ki hol volt. Egyet utálok amúgy a fegyverben, hogy olyan gyenge a karakter, hogy elkezdesz lőni, azt elkezd így föllőni. Szóval le kell tartanom, mint a kúra élet. Na mindegy. Szóval ilyen gyenge karakter, na mindegy. Fölfelé lő, hát persze. Itt van, mint senki, nem csinálom. Azt a... asztalt lőttem, azt erre meg. Ezt itt kell, olyan jönnek fölfelé, most megint nagyon teffélyes. Jump it! Nem lehet ugrani. Mission successful! Awesome. Na ennyi vagyok, pro vagyok. Ennyi vagyok. Hát ezt nem mondom, hát. Ez csodálatos volt. Kung széttúrok mindent. Hát igen, ilyen egy profi játékos. Hát nem én. Na. Lássuk a következőt. Ez Suburban Extraction. Los Angeles. Azt mondja, hogy itt meg kell menteni ezt a szerencsétlent. Nem tudom, hogy ilyenkor hol van neki a körömlakkozó, meg a körömvágóolló a csajnak, hogy nem tudja kiszabadítani magát onnan, de hát jó. Gondolom elkobozták tőle. És akkor kifesti a körmét a terrorista, hogy mi? Igen, oké, oké, hello. Nya. Csapassuk neki. Hoppá. Ez igen. Mindig azt hiszem, hogy a CTRL a guggolás, de nem. Az a lefekvés. Azt itt meg a C ugye a guggolás. Kicsit fura, de
Nem baj, majd megjegyzem. Azt mondja, hogy mivel is kellett izé, hát persze V-ben kell, őj azt a nyát. Miért lövődjél? Mi a gyerek? Te itt nekem ne lövődözzé. Láttam, hogy ott vagy. Hülye gyerek. Na, megoldva. Jönnek. Már ez nem sikerült, öcskös. Ott van még egy. Várjál, itt jönnek. Nem. Aha, jól láttam. És úgy ezt át lehet lőni. Miért nem tudom átlőni? És most miért nem látok semmit? Holy shit. Ó, hát kukkancsuk itt be, még egyszer azt lőjük, amit szeretnénk. Aztán menjünk tovább a dolgunkra. Mentsük meg a hostage-ot. Aha. Még mit nem. Hol van? Hallom itt trappol, meg minden, de nem látom. Hogy itt volt fenn? Pedig tegnapról úgy emlékszik, mint hogyha itt lett volna az... Ja, itt kellett volna belőnöm. Na mindegy, hát itt akkor a két golyó jelzés, hogy itt kellett volna. Na mindegy, hagyjuk. Hű. Hello. Ennyi? És hol fogunk kimenni? Annyi töltényt használok, szerintem újra töltöm magam. Nagyon jó. És hol fogunk kimenni, de most úgy komolyan? Nem lehet egy ajtót kicsapni innen? Nem lehet. Hát ez szivacs. Na mindegy, akkor majd ezt fogom használni. Már lusta vagyok, aztán inkább így oldom meg. Gyere! Nem jönnek rám? Nem is incoming. Nem? Hát akkor... Hello? Hello? Nem, nincs itt senki. Az most a kocsi... Nem kocsit lövök. Hát akkor miért nem hal meg? Hát annyiszor eltaláltam, hogy belehalok. Hihetetlen ez a játék, hogy a történet nem oda megy, ahova kéne. Nagyon jó. Oda ment. Vagy trappol mögöttem, úgy hallom. Hello? Nincs senki? Nagyon jó, hát ez a map ennyi lett volna. Nagyon jó. Még megyünk egyet, aztán... Aztán eldöntöm a véleményem. Hát ez volt a legszebb jelenet szerintem a játékból, hogy így... Várunk egy picit, még egy picit, még egy picit, aztán... Nesze. Nesze csajsz, itt ledoblak ide. Vége is. It is crucial that you choose an entry point that minimizes your exposure to enemy fire and the time it takes to reach the bomb and disarm it. So itt bombát kell majd izélni. Hatástalanítani. És tudunk itt ilyen dolgokat csinálni, hogy felugrunk az ablakon, meg lelőlünk embereket. Ez nagyon érdekes dolog. Nem is tudtam járól. We have equipped you with a diffuser. Set it near the bomb to intercept the signal. Protect a diffuser while it completes the sequence. Come on. You must locate and defuse a bomb. Jó. Akkor azt mondja, hogy finish the situation with list 57 remaining. Azt most nem éppen figyeltem meg, hogy hogyan írta le, de most akkor az van, hogy több mint 50 HP-mnak kell, hogy legyen.
ahhoz, hogy, hogy megkapjam a kövi csillagot is. Ott volt valakinek a helyet? Az. Hát itt bátolunk, mert miért ne amúgy. Milyen jó kis zene, figyelj már. Ez honnan jön? Ez a varjál, már éppen zenét hallgatok. De ez honnan jön? Ez a falból jön? Ja, innen! Jó, egy kis fail. What the fuck? Ó, hosszú folyosó, nem szeretjük. Annyira rossz amúgy ez a célkereszt, hogy így belenéz és nem látsz semmit, szóval így konkrétan, hogyha ott az enemy, és így jössz befele, akkor pont eltakarod a orrával ennek, szóval én általában így szoktam menni, hogy úgy hello, és akkor így fölfelé nézek közben. Hello. Vagy így. Így megyek, mendegélek, ezt látok valaki, pű. Hello. Nem? Senki? Szerintem ott lesznek. Gondolta volna. Szerintem ott is lesznek. Hát szerintem kerüljünk, mert anya. Ez is. Hallották a trappomat? Gondolom. Nézzük meg, hogy milyen szögben érkeztek a töltények. Azt mondja, hogy itt vannak a töltények, akkor ide állunk. Fogjuk. Várunk, amíg nem látunk valakit. Például egy mozgó testet. Aztán megtúrjuk a kurva jelenem. Jó van. Megvan. Nézzünk, mi van még itt. Na, hello. Lőni nem tudok. Na, kapjuk. Ó, milyen diszkófény. Ez, ez nem is diszkófény. Tönkre ment a... Ez egy diszkófény. Mi? A projektor. Milyen diszkófény? Hát ez egy projektor. Mondom, erre falra vetítette volna, hogy most ez a terv, vagy ez a terv. Aztán tönkre megy, ezt ilyen fajt mutat. Amúgy ez a él, a való életben hát így lehetetlen, hogy így alig kap áramot és oda bekapcsolódik. Szóval ilyen nincs az informatika világában. De hát ez már csak ilyen valahogyan izgalmassá kell tenni a játékot. Na akkor szépen berobban. Érted? Elnéztem, de azért, azért persze, hogy hol vagyok. Ja, sikerült bemásznom ide, az jó. Jó, 100 HP-m még van, az nem lényeges. Eddig jók vagyunk. Szóval itt van ez a kedves bombuci. Szépen feltöltjük magunkat, égyeni. Nem fogom. És mielőtt itt valaki behatolna, ide rakom ezt, érted? Majd fogom és a diffusert ha lerakhat, nem köszönöm. Nem mindegy, hogy hova rakod, muszáj egy centivel odaép, különben nem tudom. És akkor megnyomom a gombot, amikor valaki be akar hatolni. Ez jó volt, ez muszáj volt, bocsánat, rá tagol anyád! Azt a kurva. Most komolyan szak... Ez hülye. Bomb 56 HP-n volt, akkor elvileg 3 csillag megvan. Vagy kevesebb kellett volna, hogy legyen 50 HP-nál. Elvileg több. Nem nagyon néztem meg az elejénél. Megvan. Yes!
Yes. Megvan. Hát akkor srácok, így ennyi kis tesztből annyit mondok, hogy nem rossz amúgy, de alacsony grafikán valami ocsmány játék. De hát én is nem a grafika számít, csak annyi, hogy, hogy nem élvezed, na mindegy. Annyi a lényeg, hogy szerintem jó játék, csak... Érdekes, most nem mondom azt, hogy jó játék, akkor az összes Rainbow kedvelő, akkor dislike-ol, ugye? Hát akkor srácok, ez egy nagyon jó játék, ez a világ legjobb játéka, de viszont akkor meg Rainbow utálók, meg akkor ők dislike-ol, akkor szóval annyi a lényeg, hogy szerintem saját élemény neved magadra, ahogy a gépedre se, ahogy a Rainbow-odra se, ahogy az accountodra hagyjuk, hogy szerintem nem rossz játék, csak az a baj vele, hogy amikor meglövöd az embert, de szinte amúgy mindegyik játékban ez van, hogy meglövöd az embert kezen, akkor egyetemen a való életben ez úgy történik, hogy áll a rohadt életbe, és odafigyel, ahonnan jött a lövés, meg hogy fájja, vagy hogy mondják, érted? És nem, itt meglövöd kétszer a kezét, és nyugodtan ugyanarra néz, szóval, hogy hát ez most mi volt, na mindegy, nem baj. Meg amikor teljesen lelovozod az embert, például 5 HP-ja marad, akkor ugyanúgy tud játszani, mint hogyha 100% HP-ja lenne. Én úgy tapasztaltam, szóval, hogy így ez nem éppen jó benne, hogy így most való életben kb. Ez olyan lenne, hogy leszakadt a kezed, szétlőtték a hasad, csupa véres, hogy majd meghalsz, mondjuk már szinte halott lennél, és nem, tökéletesen játszol tovább, mint hogyha most kezdted volna full HP-val. Na mindegy, hát ez minden játékban ilyen, egy-két játék van, amiben nem, és rendesen megcsinálták. Szóval ez a véleményem, megvenni nem fogom szerintem, inkább így játszok. Aztán azt szeretnétek, hogy játsszam tovább ki a következő 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, úristen, ezt nem tudtam rendesen ránézésre, mindegy, amúgy csak hülyeségből csináltam, persze. Szóval azt szeretnétek, hogy szerintetek, hogy játsszam tovább ezt a kis szituációkat, 7 maradt hátra egy videóban, akkor nyomjatok egy like-et, és írjátok le kommentbe, illetve azt is leírhatjátok kommentbe, hogy mi a véleményetek nektek a játékról. Hát ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, na sziasztok srácok, és további jó játékot, ha játszotok.